Idén is ifjú táncosokkal népesült be a Malom utcai táncház. A fiatalok 12. alkalommal mérték össze tudásukat 4 korcsoportban. A Mezőföld virágai szólótánc versenyére a jelentkezőknek nem volt kötelező táncanyag, a magyar nyelvterület bármely dialektusából választhattak. Domboski Anna és párja, Sajtos Barnabás Sárkeresztúról érkeztek, nyírségi tánccal örvendeztették meg a közönséget. A fiatal fiú elárulta, immár 5 éve táncol, és a jövőben szeretné, ha a néptáncot minél magasabb szinten sikerülne elsajátítania. Szeretném kicsit komolyabban csinálni, nagyobb tánccsoportokba jelentkezni meg ilyenek. Így szeretném így életem végéig őrizni ezt a néphagyományt. Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szakmai támogatásával megvalósuló verseny elsődleges célja a korosztályok találkozása és a különböző táncműhelyek bemutatkozási lehetősége, hogy a táncosok felmérjék, hol is tartanak, milyen színvonalat képviselnek. Ennek híre ment már országhatáron túlról is, voltak olyan évek, amikor felvidékről, délvidékről is ellátogattak hozzánk táncosok, és azt kell, hogy mondjam, hogy az idei évre is a jelentkezési határidő lejárta előtt már betelt az az mennyiség, ez a 82 produkció, amit még a Galiba zenekar egészségesen hurral és vonószörrel bír. A versenyszámokat szakmai zsűri értékelte, és az ő döntésük alapján korosztályonként osztották ki a Mezőföld virága elnevezésű szólótáncosi díjakat. A nap végén külön elismerést kaptak a legjobb mezőföldi előadók, valamint egyéb külön díjakat is kiosztottak.